Szia, üdvözöllek itt a Restart program második hetének az első napján. Bilbo Kárpád vagyok, és ebben a rövid kis videóban azt fogom elmondani, hogy mi is történik a második héttől. Ugye az első héten, hogy mi volt, az minden nap arról csináltam egy rövid kis videót, ha még nem láttad, azokat is visszanézheted, hogy mi a Restart program, miből állt az első hét, és hogy milyen tapasztalatom volt vele. A második hétben már izgalmasabb dolgok lesznek, hisz bekerül a programba néhány eszköz, és még egyfajta diéta is. Ezekről mind külön-külön fogok majd videókat csinálni, mert elég széles körű témák mindegyik, de most csak akkor nagy vonalakban elmondom. Tehát két olyan eszköz kerül be a programba a mai naptól, amelyek segíteni fognak a méregtelenítésben, az immunerősítésben, az emésztőrendszernek a rendbetételében, vagy megerősítésében, vagy jobbátételében, és egy diéta, amelynek az a neve, hogy magyarul időszakos diéta, angolul pedig, hogy is van, igen, intermittent fasting, tehát én angolban nem vagyok jó, tehát kellett puskáznom, kiejteni nem biztos így kell. Tehát az a lényeg, hogy nem is diéta, hanem böjt, ez is egy ilyen időszakos böjt. És ez annyiból különbözik a diétáktól, hogy itt nem az van megszabva, hogy mit egyél és mit ne egyél, hanem hogy mikor egyél és mikor ne egyél. De holnap kifejtem ezt bővebben. A harmadik dolog, ami egy következménye ennek az időszakos böjtnek, hogy a szervezetben elindul egy autofágia. Ez is egy nagyon érdekes dolog, hisz egy japán mikrobiológus ezért Nobel-díjat kapott, hogy ő ezt az autofágiát úgymond felfedezte a szervezetben. Úgyhogy hát ezek a dolgok történnek itt a második hétben, nagyon izgalmas dolgok, én is nagyon pozitívan nézek elébe. Ugye az első hét az csodás volt, sokkal több energiám van, tegnapi videóban elmondtam a tapasztalatomat, hát a második remélem, hogy még jobb lesz. Úgyhogy akkor találkozunk a következő videóban, és akkor remélem, hogy te is kedvet kapsz előbb-utóbb, hogy legalább egyszer az életedbe megcsináld ezt a Restart programot. Úgyhogy köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, kívánok további minden jót, jó egészséget, szia, Isten áldjon, hello!